Szokszó nélkül tűrjük címmel a Társasági Szabadsági Jogokért konferenciát szervezett, amelynek az volt az egyik indoka, hogy beteg jogok helyzete már évek óta megoldatlan, és úgy tűnik, hogy egyre inkább csak romlik, a panaszok egyre halmozódnak, és nincsen megnyugtató megoldás és jogorvoslati fórum. Egyre kevesebb és egyre szűkülő lehetőség van arra, hogy az egészségügyben felmerülő speciális panaszokra a betegek valamilyen választ kapjanak, hogy ez hogyan hat ki arra, hogy az orvos, illetve a beteg kapcsolata valóban egymás mellé rendelt kapcsolat legyen. Hogy az egészségügy egyébként, hogyha a nagy képre rá akarunk nézni, hogyan alakuljon át úgy, hogy valóban a polgárok érdekeit szolgálja, hiszen a polgárok adóforintjaiból tartjuk fönn. És hogyan alakuljon ki egy olyan egészségügy, ahol kevesebb súrlódás van, hiszen ez nem csak a betegeknek, akik egyébként mindannyian vagyunk, hiszen mindannyian veszünk igénybe egészségügyi szolgáltatásokat, hanem az abban dolgozóknak is egy kellemesebb hely legyen. Hozzám sokan jönnek így, nem akart kezdeményezni semmilyen jogi eljárást, de rám vágta a főorvos úr az ajtót, és ezek után én úgy gondoltam, hogy innentől kezdve már nem hagyom magam. Az elsődleges érvelése a betegnek, hogy miért akar valamit tenni, az nem szakmai természetű, hiszen ahhoz nem ért, és utána a részletesebb vizsgálat fogja azt kideríteni, hogy amellett, hogy megalapozott az ő panasza a bánásmóddal kapcsolatban, történt még valami más. Az emberi méltóságnak a kérdése, ez rettenetesen fontos. Az intim szféra védelme, a saját tárgyaim alkalmazásának a lehetősége körülötte. Az, hogy én megmaradjak, betegen is megmaradjak egy embernek, aki remény szerint bemegy egy intézménybe, és onnan ki is fog jönni valamilyen módon. A betegjogok azok alapjogok. Attól, hogy átlépik a kórház küszöbét, attól a mi jogaink még nem szűnnek meg. A betegjogi képviseleti rendszer az egy szükséges, de nem elégséges feltétele a betegjogok garanciáinak. Az első ellátás nem csak az egészségügyben fontos, hanem a panaszok kezelésében is, hogy hallgassa meg az a nővér, az a kezelőorvos, az a főorvos a betegnek a panaszát, emberként közelítsen hozzá. Szemléletváltásra van szükség az egészségügyben. Ez igazából azt kell, hogy mondjam, hogy nem történt meg az elmúlt közel 18 évben. Az állampolgárok legyenek jogtudatosak, legyenek tisztában azzal, hogy mik a beteg jogaik. A másik pillére a betegjogokat érintő panaszok orvoslásának az a hatósági fórum lenne. A betegjogok fejezet az egészségügyi törvényben az néha keret jellegű, meg néha bizonytalan, de például abban a tekintetben, hogy miről kell a beteget tájékoztatni, nagyon exakt, nagyon konkrét. Hogyha az megállapítást nyer, hogy valakinek a személyiségi jogai megsértették, ez már önmagában kellő alap arra, hogy számára a bíróság sérelemdíjat állapítson meg.